kedves nézőink, a mai nap adásába gulyást fogunk készíteni, egy klasszikus gulyást, ami a magyar gasztronómiának a nagy alakja, is tudunk róla beszélni. A gulyás első leíratát 1804-ben Szirmai Antal a Parabolika Hungarika című művében találjuk meg, ami azt mondja, hogy a gulyás a csordapásztorok étke vasbográsban, marhó, sóval, borssal, köménnyel és burgonyával. És ekkor van az az igazi leírat, amit mi, mint gulyásként, klasszikus gulyásként készítünk, és ebből alakulnak ki az úgynevezett pörköltek, itt beszélhetünk csirkepörköltről, tyúkpörköltről, sertéspörköltről, birkapörköltről, de ebben az időben még nem alakult ki az a malomipar, amellyel lényegében megalakítjuk a színes paprika lisztünket, ez a későbbiek folyamán, de akkor el is mondom, hogy én hogy készítem ezt a nagyon finom ételt. Mindig zsírt használok hozzá. Ne olajjal, ne vajjal, ne margarina, mindig zsírral készítjük ezt az ételt. Adjuk meg az ételnek azt a tiszteletet, hogy klasszikusan fogjuk elkészíteni. Először is felvágott hagymát megpirítom szép aranysárgára, és adok hozzá lecsó alapot, ami áll paradicsomból, illetve tévé paprikából. Szépen fölvágjuk. Én föl szoktam kockázni, és úgy szoktam beletenni ebbe az alapba. Ez is megy bele a pörkölt alapba. Nagyon kellemes íz, tipikus magyar íz. Ha emlékeznek a kedves nézők, az előző adásaimban meséltem, hogy a magyar zászló színeibe teljesen az egész gasztronómiánk benne van. A piros, a zöld, a fehér, és most itt használjuk a pirosat, a fehéret, és végül lényegében a zöldet is fogjuk használni, mert a finomságos petrezselyem zöld, ami nagyon kellemes ízt fog a végén adni a levesünknek, azt is hozzá fogjuk adni a gulyáshoz. Mi gulyásról beszélünk, ami azt jelenti, hogy nincs annyi leve ennek az ételnek, mint amikor leves készítünk, ezáltal mi gulyás fogunk készíteni, és aminek az a lényeg, hogy egy nagyon finom pörkölt alapot fogunk hozzá alkotni, ami áll megpirított vörös hagymából, adunk hozzá lényegibe egy lecsós alapot, szépen megpirítjuk, adunk a pörkölt alap alá egy picike vizet, ami megkrémesíti. Nagyon jót fog neki tenni ez az ételnek, de amikor beletesszük a színes paprikát a pörkölt alapba, akkor kérhetném a kedves nézőket, húzzák le. Nagyon fontos, mert ha nem húzzák le, és ebbe a gyors, forró, meleg zsíradékba dobják bele, megég, és kellemetlen ízt ad neki. De, hogyha lehúzzuk, és úgy pirítjuk hozzá a színes paprikát, akkor tényleg kiadja azt a gyönyörű szép piros színit. Én is azt fogom tenni most, hogy a kedves nézők majd látni fogják, le fogom először is húzni a tűzhelyről. Teszek bele színes paprikát. Ha nem teszünk bele sokat, a végén is nyugodtan hozzá lehet adni. Pici, én mostanában modernizáltam, őrölt köménnyel ízesítem, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos az őrölt kömény, vagy a kömény pontosabban, mert ez adja meg az igazi ízét, a domináns ízét a ételünknek, és így finom lesz a ételünk, kiadja azt az illatot, az tipikus gulyás leves vagy gulyás ízét. Adunk hozzá a egyik legfontosabb alapanyaga, só. Érdemes kézzel nem beleönteni, beleszórni. Ezt mindig tudjuk magunknak irányítani, mert ha kicsusszan a kezünkből, akkor az nem biztos, hogy megfelelő mennyiség lesz. És ez a jó, most sem majd az az úgynevezett szakaszos párolásnak, amiről beszéltem előző adásainkban, amikor kevés vizet adunk hozzá, elpárolok, újraöntjük. Minél többször hajtjuk végre ezt a folyamatot, annál kellemesebb íze lesz, annál több finom pörzsanyagot képzünk a gulyásunkra. Hozzáadjuk még a másik nagyon fontos egyik ízesítő anyagot, ez pedig a fokhagyma. Én általában vágom a fokhagymát, nem fokhagyma nyomóval nyomom, és még nagyon fontos, én
pici borsot, illetve erős paprikakrément, egy kis kistormás erős paprikakrément szoktam itt beletenni, nagyon picike borssal megízesítem, és felvágom a lábszárat. Ilyenkor ezt önök döntik el, hogy mekkorára vágják, egyszer egyes, másfélszer másfél, vagy kettőször kettes, fogom szépen beleteszem a húst az edénybe, és elkezdem átpárolni rajta. Megint adunk hozzá egy kevés vizet, és elkezdem a szakaszos párolást. Ezzel pörzsanyagot készítünk, képezünk az ételbe, minél többször, amint el is mondtam, annál finomabb pörzsanyag, finomabbá teszi az ételt. És nagyon fontos, még az ételhez hozzá tartozik a burgonya, amit én úgy szoktam ilyenkor, hogy egyszer egy centis kockákra vágom fel, hozzáadom az ételhez, gulyásnál a burgonya pont a vége fele szoktuk beletenni, illetve olyan 3/4 főzésnél szoktuk, mert tudjuk azt, hogy a burgonya hamar is elkészül. Klasszikusan petrezselyem zölddel a végén hozzá fogok adni apróra vágott petrezselyem zöldet. Szépen. Amikor újra felrottyan nekünk a levesünk, addig begyúrjuk a csipetkét. Ami nagyon érdekes, a csipetke a gyúrt tészták csoportjába tartozik, áll lisztből, tojásból, mi most a csak tojás sárgáját fogunk hozzáadni a liszthez, illetve sóból. Annyi lisztet, amennyit felvesz a tojás sárgája, annyit kell, nem kell hozzáadni vizet, mert az már galuska. És nekünk nem galuska kell, hanem pontosabban mi csipetkét készítünk. Ez a tipikus magyar konyha egyik levesbetétje, ami nagyon hozzátartozik a ételeinkhez. Begyúrtam szépen, elkezdjük szépen így belemorzsolni, belecsipkedjük a gulyásunkba. Lassan kész is a gulyásunk, hozzáadom a harmadik szint, ez pedig a petrezselyemzöld, ami még gazdagítja az ételünknek az ízét, ami azt jelenti, hogy élvezeti értékét megnöveltük, és kedves nézőink, még egyszer rákóstolok. Ajánlom mindenkinek, elkészült az ételünk, már csak egy van hátra, a tálalás. Kedves nézőink, jó étvágyat önöknek!